Anyám fölöltöztette a karácsonyfát, karácsony este apám behúzta a függönyt, hogy kintről ne lássák, hogy nekünk nem szilveszterkor gyúlnak ki a karácsonyfa fényei, hanem már karácsony este. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Mint két héttel ezelőtt már megtapasztalhatták, ilyen tájt ezen keretek között a magyar kulturális élet, a magyar közélet jeleseivel beszélgetek. Reményeink szerint mindig az adott talany, hát némileg saját közegében. Ezért vagyunk most a Nemzeti Színházban, mert hogy eheti vendégem az intézmény első számú vezetője. Vigyánszki Attila a Kárpátalján, hát tulajdonképpen a semmiből csinált színházat, vagy egészen képtelen körülmények között tette mindezt európai szinten ismerté. Mára a, a magyar színházi élet csúcs vezetői tisztségét tölti be. Engem nagyon érdekelt ez a meglehetősen érdekes vagy rendhagyó karriertörténet. történet. Vigyánszki Attila. Bokszol még? Hát zsákolni szoktam. Milyen időközönként szokott lejárni az edzőterembe? Otthon van zsákom, de már ide is vetettem egy zsákot, hogy ha napközben úgy érzem, hogy le kell vezetni a feszültséget, akkor... Igen, ez feszültségoldásnak jó? Mindenek jó, az nagyon jó megmozgat meg. Régóta csinálom, úgyhogy... És nem kell mondani, hogy csak bólincson. Ilyenkor egy-két kritikusnak az arcát képzelem az a helyén? Nem, nem, nem. nem szoktam. Nem így működik a dolog, hál' istennek. Úgyhogy nem foglalnak el a kritikusok akkor a teret el az én életemben, meg lelkemben, hogy oda kéne őket képzeljem. Néha fölbosszantanak, de ezen túl. túl nem, nem persze. Nagy Muzsajon ott, amikor tanított, középiskolai tanár volt, Igen. akkor boxedzéseket is tartott, ugye? Igen. Igen, meg fociztam is a gyerekekkel. Úgyhogy... Milyen tanár volt Vignyászki Attila? Szigorú? Tehát ott nagy rend volt? Nagy volt. Szeretem a rendet, rendet. szeretem. Másként nem lehet, úgyhogy... De azt hiszem, hogy hát mai napig tartok kapcsolatot diákjaimmal. Azt hiszem, hogy két-három éve voltam idősebbek, mint ők. Mert nagyon hamar végeztem a középiskolát, és 21 évesen már euh, diplomáztam, mint magyar nyelvirodalom tanár. Ott meg ilyen 18 éves 19 éves lányok fiúk voltak. A tekintét nem nehéz fenntartani ilyen kis különbség esetén? Na, azt hiszem nem. Látták, hogy nagyon komolyan veszem. Látták, hogy megpróbálok uh, igazságos lenni. Szóval nem voltak igazából komoly konfliktusok. Úgy gondolom, hogy szerettek. Meg én is nagyon-nagyon szerettem őket. Magyar történelem szakos volt. Ha nem tudta mondjuk valaki a 13 maradi akkor rögtön bukó? Vagy mi volt Fidnyász Petilán a mérce? Be, be nekik, tehát attól függően, hogy milyen tanulók, meg volt a saját adag házi feladatuk, és, és, az a tudás, amit úgy gondoltam, hogy birtokolniuk kell. Tehát nem ugyanazt követeltem egy hármas tanulótól, mint egy ötös tanulótól. Ott maradtak és nem csuktam rájuk az ajtót. Ott maradtak, nem csinálta meg a háziát, vagy nem tudta, akkor nem írtam be a rossz jegyet, hanem ott maradtak. Volt, hogy hoztam nekik enni. Hazaugrottam, és hoztam, és ott biflázták a történelmi dátumokat már, amelyekről úgy gondoltam, hogy illik tudni őket azt hiszem, hogy jó kis csapatom volt, és osztályfőnök is voltam ráadásul. egy nagyon rossz osztály volt, és le, lenyomták magukról a tanárok, úgyhogy nem csak tanítottam őket, hanem én voltam az osztályfőnökük. Ha már Nagy és Kárpátalját említjük, igaz az, hogy ön gyakran fölment Kárpátalján egy dombra, mert hogy onnan lehetett a legjobban látni Magyarországot, és bele tudott feledkezni a látványba? Hát Magyarországot, ez így talán, onnan lehet látni Magyarországot, így, így mondom, vagy mondanám. Tehát a szülőfalum, illetve az a falum, ahol fölnőttem, mert a szomszédos bene a szülőfalum. Nagy muzsaj az, az azon a helyen van, ahol az a bizonyos aranyhegy van, a nagyhegy. Oda jártunk föl, oda jártam fel, sétáltatni a kutyámat. Mert Mit jelentett önnek akkor Magyarország? nagyszüleim a rokonság egy része itt élt, itt él mai napig szombathelyen, tehát nagyon messzebb nem is lehettek volna tőlünk. Nagy, anyám nagyapja nem tette el a hűséges esküt gyimesbükiek. Erdében a román állam felé, és ezért vagonírozták őket, és került át a család egy része, először Székesfehérvára, majd Szombathelyre, és ott gyökeresztek, ott vertek, vagy hogy mondjam, ott-ott próbáltak gyökeret verni. Nem volt egyszerű, generációk mentek rá, amíg, amíg, amíg megerősödött a család itt Magyarországon, és hát a másik ága meg a amerikás magyarok. Tehát tulajdonképpen a családunk egyik ága csak az, amely Kárpát -aljához kötődik. És hát a határon két évente lehetett csak átjönni. szüleimet két évente lehetett látni. Egy évig készültünk rá, utána egy évig emlékeztünk rá, hogy milyen is volt. Sajnálatos volt. Bozasztó a... volt. sosem fogom elfelejteni azt, hogy jöttünk haza, egy másfél hónapos, mert mindig egy hónapos itt tartózkodási engedélyt kaptunk, és aztán mindig apám még kérték, hogy még 15 napra annyi volt a maximum, hosszabbítsák meg Budapesten. Azt mindig megadta és akkor 45 nap után, amikor hazaindultunk Szombathelyről, akkor szóval az alap élményem az, hogy anyám végig sírja az egész utat. Önnek is elhúzottam most a könnyes szemét. Igen, mert, mert, mert erről szólt az egész gyerekkorom. Tehát egy nagyon élő, nagyon, nagyon mély, meleg kapcsolat kötött nagyszüleimhez, nagyapám volt az, aki boxolt. Nagyon jó kis boxoló volt. És, és és hát tényleg így napokat lehet összeszámolni, amennyi megadatott, hogy, hogy velük lehessünk. Nem volt egyszerű, többször próbálkoztunk szombathelyre kitelepülni, nem sikerült, nem kaptuk meg a engedélyeket, egyfajta átokként éltem, meg azt a határt, amit onnan a domról láttam, mikor fölmentem sétáltatni a kutyát, mind a mellett meg egy gyönyörűséges gyerekkorom volt, és elképesztő módon jó, jó emlékek fűznek ahhoz, hogy, hogy, hogy éltünk, hogy nőttem fölén én ott nagy muzsajban, öcsémmel. Tehát ilyen értelemben minden rendben volt, ez volt az ami borzasztóan megkeserítette az életünket. Kaptuk a kis csomagokat születésnapra, karácsonyra, mikulásra, azt mindig nagyon vártuk. Havonta egyszer telefonáltunk, mert ugye nem volt még mobiltelefon, nem lehetett bármikor, bárhonnan. beregszázba kellett bemenni, ott meg kellett rendelni a beszélgetést, ez egész szürreális, most, most így visszagondolva. Visszagondolva az, Persze. igen, átérni nem lehetett olyan egyszerű. Nem. Nagy vágyódás, amit érzett, és az a fajta megérkeztem élmény, az, az, létrejött, amikor mondjuk Magyarországon elismerték? Nem, amikor, amikor már megtörténhetett. Szóval édesanyám még 90-es évek elején megkapták az engedélyt, hogy át költözhessenek, letelepedjenek itt Magyarországon, azóta, azóta se tették meg. Tehát addig folyamatosan próbálkoztak, aztán mikor, mikor Megvolt már a magyar útlevél, akkor úgy döntöttek, hogy mégis maradnak otthon. Most sincs szándékuk, man, hosszú vendégeskedésekre jönnek át, most is itt e, tartózkodnak Budapesten nálunk, de otthon élnek Kárpátalján. Tehát én is, amikor átjöttem, akkor már az egy más érzés volt, tehát az egy új helyzet volt. Dolgozni jöttem, tanulni jöttem, e, nem, nem úgy éltem meg, hogy végre itt vagyok. Amikor a Schengeni hatán megnyírt, akkor igen. Szóval, amikor nyugat felé, akkor beültem az autóba és autóztam hossza, mert egyszerűen frenetikus érzés volt, hogy nincs határ, át lehet menni. Miközben egész életünk ott az orrunk előtt a határ, a szöges drót, akárhova mentünk, mindig ott a szöges drót. És amikor kértük az engedélyt, hogy egy biciklitúrát, harmadikos egyetemista volt a Mungváron, tegyünk meg a volt szocialista országokba, egy körbe, akkor elmosoljuk ott a Komszomol bizottságnak a, a aktuális vezetője ott az Umbáli Egyetem, és azt mondta, hogy mutatott egy térképet, és nézzük meg keletre, mekkora távolságig, nem kell semmilyen engedély, üljenek fel biciklire, és arra felé biciklizzelek. Szóval ezek úgy megvannak. Otthonról ön milyen szellemi pilléreket hozott? Ha jól tudom, édesapja iskolai igazgató volt, ő baloldali gondolkodású volt, anyukája viszont. De az, hogy baloldali, az, az, ilyen szempontból akkor ez értelmezhetetlen volt, tehát ő kommunista volt. Tehát, tehát az most így, párt, párt, Hát az, hogy katona pártag volt, intézményvezetőként nagyon kevesen tudták azt megúszni, hogy ö, ö, ne legyenek a kommunista pártagjai. Ő hitt is a rendszerben? Azt igen. Azt hiszem igen. Ideológiai ellentét ebből fakadóan önök között volt például? Volt kamasz korom, amikor úgy kezdtem kinyílni, akkor akkor voltak egymásnak feszülések, de ö, apám nagyon erőből ö, kommunikált, úgyhogy igazából viták nem ö, jöttek létre, inkább ledózerolt, nem hallgatott meg. Ö, aztán később már. Ö, néha úgy el engedett egy-egy gondolatot ö, ö, annak kapcsán, hogy milyen is volt, mit is érzett, mit, mit gondol, de ö, a 80-as, 70-es években mit hitt, de őszinte kitár, kitárulkozásra az ő részéről a mai napig ö, nem kitárulkozása nem ö, történt meg. meg Önnek nem lenne, nem lenne rá igénye? Tehát egy ilyen mély beszélgetés? Nem tudom, hogy már szeretném-e boncolgatni. Szóval neki is egy nagy igazsága volt. Ő egy csomó mindenben hit. Tehát úgy gondolta, hogy, hogy, hogy az egy működőképes rendszer, az összes hazugságával együtt anyám öltöztette a karácsonyfát karácsony este, apám behúzta a függönyt, hogy kintről ne lássák, hogy nekünk nem szilveszterkor gyúlnak, ki a karácsonyfa fényei, hanem már karácsony este apám elment, és a párt parancsára fölírta, hogy kik járnak betlehemezni a faluban. Aztán, hogy jelentette ezt, vagy sem, ezt nem tudom, de anyám meg a kárpátai betlehemezésnek az egyik újja szülője egymás után tanítgatta be a kis csoportokat mai napig, és a falumba karácsony este van, hogy 5-6 betlehemes csoport jár az mert tényleg nagyon örül nekik, aztán úgy 11 óra felé már úgy gondolja, hogy talán jó volna, ma már nem jönne több örömhírt hozni nekünk. Szóval volt egy ilyen ellentmondás, de én apám igazságát is tiszteletben tartom, szóval neki is, és nagyon, nagyon sokat dolgozott ő egy ilyen, hogy mondjam, az iskolájáért reggel hatkor beállt, és akkor este nyolckor még átment megnézni még egyszer, hogy a fűtő fűte, hogy nem, nehogy elfadjanak a csövek. Szóval... Ebből fakadóan önnek nagyon meg kellett felelni az édesapjának? Általában egyszer ön nem jelest kapott, és odament Önöd az apukája, és azt mondta, hogy van valami probléma? Igen, volt, volt, persze. persze. Nagy, nagyon szigorúan fogták, tehát nagy, nagy volt a teljesítménykép. Nagyon, de, de, de én ezt nem így éltem meg, szóval ez volt a dolgunk. Tehát hazajöttem, megcsináltam a házi feladatot, aztán szabad voltam, mint a madár. Ezen túl, tehát nem, nem voltak békjók, meg nem, nem volt. Bizonyítási semmi fajta. kényszer ilyenkor nem alakul ki az emberben? Hogy megfelelni édes a pánok nem. Inkább, inkább azt értettük meg, hogy nem állhat elő olyan helyzet, hogy bezzeg az igazgató fia. Szóval ez, ez nem lehet. Így nem mehet. Édesanyám volt az osztályfőnököm, meg a magyar tanárom, tehát nem hozhattam olyan kellemetlen helyzetbe, hogy ne legyek fölkészült. És ugyanez érvényes a testvéremre is, és, és így, így tanultunk, és, és ezt elfogadtuk. Tehát ezt én nem, nem úgy emlékszem erre vissza, hogy ez valami borzasztó teher lett volna. És ebből adódóan jött az egyetem, és nagyobb problémák nélkül, szóval ezt szeretném a gyerekeimnek is. Tehát nekik ez a dolguk. Amíg jól teljesítenek az iskolába, Addig, addig szabadok, mint a madár. Vagy azon túl szabadok, mint a madár. Vigyázz ki, Attila, milyen apuka egyébként? Ön az a fajta apuka, aki mindent elmesél, elmagyaráz, vagy az, aki... Önfelettet tud játszani, akár a legkisebb gyermekével. Az a helyzet, hogy hogy nagyon sokat változtam, tehát a két nagyobbik fiam... Ugye ha gyermeke van, kettő igen. még egy másik házasságból is... Igen, az, négy. egy élettársi viszony volt, és az a különlegesség, hogy velem maradtak a gyerekek, tehát tulajdonképpen így a második, vagy az első, igazán első történetem, együtt így hatan, a hadgyerek, így úgy egy családként éltem meg, ez nagyon jó így az elmúlt évtizedet, viszont változik az ember, tehát rengeteget dolgozok, nem ugyanazt tudom nyújtani a kisebb gyerekeknek, amit nyújtottam a nagyobbaknak. Emiatt, Emiatt van lelkismert Abszolút, furdalása? abszolút, folyamatos lelkismert furdalásom van, mert azt érzem, hogy igényelnék, én is szeretnék velük sokkal, de sokkal többet lenni, de erre, erre most nincs lehetőség. Egyébként annak volt alternatívája, hogy ön rendező legyen? Hát nyilván mindennek van alternatívája. Szóval... Önben komolyan megfordult, Akár egészen más életpálya is, komolyan. Kicsi koromban, igen, gyerekként hajós kapitány meg ilyesmit. De azon felül, volt... amikor az ember már észnél van így. Nem, 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 kéve, nem. 14 már... éves koromban van anyám őrzi, állítólag őrzi, mert mindig mondja, hogy megvan valahol. Az egyik ilyen évvégi, nem tudom, én, dolgozatomat, ahol leírom, hogy három gyereket szeretnék, és rendező leszek. És most ugye, ha gyerekem van, rendező vagyok, úgyhogy nagyjából teljesültek. És a... még igazgató. És, és ezen még igazgató. Felül. Azt annyira nem forszíroztam volna. De. Sokáig ellenállt. Debrecen például nem akart igazgató lenni, csak művészeti vezetést vállalt. Miért óckódott tőle? Tehát milyen fajta képesség nem volt meg önben a saját értéket ítélete szerint? Ez is egy, egy adottsághalmaz. Én úgy gondolom, hogy én nem születtem igazgatónak, tehát én megtanultam egy csomó mindent, ami ahhoz kell, hogy az ember egy intézményt vezetni tudjon. Ha lehet ilyet mondani, akkor én rendezőnek. Vágytam lenni, és annak születtem, ha van ilyen. Uh, igazgatás az úgy jött menekültem előle, már Berekszázban is egy évig megalapítottuk hogy a Beregszádi Színházat, én voltam az első alkalmazottja, igazgatója is, és, és egy évig bírtam az igazgatást, és gyorsan átpakoltam a vállaimról a terhet Balázs Józsefre. Tetszik benne, az adminisztráció? Admi a, a, minden, a ami, minden, történet? minden, ami elvisz a, sz a színpadtól, minden. Az, az, iroda maga, tehát nem szeretek benne lenni, ha nincs adminisztrációra szükség, be sem megyek az irodába. Oda megyek a színpadhoz, az, az az, én világom, ott szeretek lenni. Minden, ami attól elvon, az idegesít, az, az egy szükséges rosszként megélt valami. De még a személy is máshogy hogyha rendezésről, vagy a színházról Nyilván. beszél. Meg tudná nekem azt mondani, aki az életében nem rendezett semmit, noha nagy színházbarát vagyok, hogy milyen fajta örömet okoz önnek a színház és a rendezés? Mit de, ad? Tehát ez egyfajta, hogy mondjam, hogy ne, ne használj túl nagy szavakat, de akár nagy szavakat is használhatok. Tehát van a semmi, és lesz belőle valami. Tehát ez menne a gyönyörűség. Tehát egy teremtői gesztus. Tehát odaülök a üres tér elé, ugye így kezdődik minden. Ez a tér, ez lehet egy kukucska színházi helyzet, egy, mit tudom én, alternatív színházi helyzet, de egy zsámbéki mező, vagy egy beregszászi park, vagy nem tudom én, egy gyulai vár oldala, és, és, és ott a, ebben, a, ebben a térben egyszer csak megszületik egy történet, egy mese. Ezt csak emberek jönnek, és, és elrepítik a másik ember lelkét valahova, tanulságok, mondani való kerekedik ki az egészből, és ami a legesleges, -leges legfontosabb, érzelmeket kavarok föl, repítem a lelkét a nézőnek valahova a saját magamét. Szóval ez egy teremtői gesztus. Azt mióta tudja magáról a jó rendező? Én nem tudom, hogy jó rendező vagyok-e. A azt... mai napig kétségei vannak magával kapcsolatban? Hát az előadásokkal mindennel kapcsolatban kétségei vannak az embernek folyamatosan. Hát azt mi kritikusai is elismerik, hogy a tehetségét nem nagyon szabadna elvitatni. Nem tudom. Ez se egy állandó jellegű dolog. Szóval az emberben folyamatosan van egy, van egy szorongás, hogy hogy meg tudja -e még szólítani a nézőt. Önnek mi van fontosabb egy... a közönség? avagy a szakma véleménye, vagy van egy harmadik, és talán az a mindent felülíró mérce, Vignyánszki Attila azt tudja mondani egy-egy munkája kapcsán, hogy ez rendben volt. De nyilván a sorrend az, hogy ö, én magam Elégedett legyek. Tehát én azt elmondtam már ilyen szor annyi rosszat a saját előadásaimról, egyetlen kritikus nem tud leírni, amennyit én el tudok mondani. Kinek én, magának én, mondja, vagy magam, van egy aki akikben azért magam. Ezt megosztja. Hát Néha feleségem felé ki szoktam fakadni, meg van egy-egy szűkebb kör, tehát egy-egy munkatársam, aki felé esetleg megnyilvánulok. Az ember érzi, hogy mi sikerült, hogy sikerült, és, és igazából túl nem sok minden számít. Persze, a következő körben a néző van. Mert egy dolog, hogy hogyan sikerül, vajon meg tudom -e érinteni vele a nézőt. Néző nélkül nincs színház. Tehát aki azt mondja, hogy van az. Szóval kell a néző hozzá. Ez egy nagy játék. Ez Hányat egy... rendezett? 90-et körülbelül eddig? 100 körül. Már ilyen. 100 körül. Igen. Abból Vinyánszky, Attila véleménye szerint mennyi volt mondjuk zseniális vagy nagyon jó? Én ilyet nem mondhatok magamról. Tehát, Akkor remek. Amire azt mondta, hogy meg Van, volt elég van, van 5-6 olyan előadás, amelyikről úgy gondolom, hogy, hogy, hogy azok úgy jól sikerültek. A, van, 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 egy sor, amit szerettem. Van egy sor, amelyik, amelyik amelyik mester munka, egy, egy iparosnak a keze alól kerültek ki, és kiszolgálták a színházat, a közönséget, elfoglalták a helyüket abban az évben a repertoárban. És van, van egy sor olyan, amelyiket jobb lett volna nem létrehozni. Felvételizett a Pesti Színművészeti Egyetemre, de lekéste. Nem felvételiztem, pont az én lekéstem. Volna, van, van, tehát a... szeretett volna felvételizni, Nincs bocsánat, tehát szeretett volna felvételizni a Pesti Színművészeti Egyetemre, de lekéste. Ebbe belehalt? Akkor igen. Akkor, akkor összetör bennem. Vége a világnak. Vége. Ráadásul az volt, hogy bementem, és a titkárságon azt mondták, hogy tulajdonképpen felvételi nélkül is, mivel most elindul egy programjuk határon túli ö, színházi szakemberek képzése ö, kapcsán, meg már van is, felvidékről tanultak a színvészeti színészek, ezért valószínűleg fölvesznek, vagy hozzácsapnak az induló évfolyamhoz, Vámos László ö, indított akkor évfolyamot, ö, ha el tudom intézni, hogy itt maradok Magyarországon. Elmentem a nagykövetségre, a szovjet nagykövetségre, és akkor azt mondták, hogy 24 órán belül vagy elhagyom Magyarországot, vagy kitoloncolnak, és többet nem jöhetek külföldre. Ez volt a válasz. És hát én sose felejtem el azt a hazautat, és, 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 és hát nem tudom, most mély pont, a sötét valami, nem tudom. Ilyenkor mivel rángatja ki az ember saját magát? Ha járnál hát, Szóval, hogy mondjam, megpróbált, ez még nem volt tudatos akkor, hogy, hogy, hogy van ebbe valami, valami elrendeltség. Azt talán megértettem, hogy ez nem véletlen. Van? Ön szerint mindenben van? Abszolút, abszolút. Tehát nekem ott kellett tanulnom. Személyesen is úgy érzi, hogy inkább nyert, mint vesztett azzal, hogy végül is Kievben végezte el a színművészeti főiskolát? Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát ez nagyon jó iskola volt akkor. Akkor hullott szét éppen. Mi szemlélhettük azt, hogy szétesik a Szovjetunió, és a legjobb tanárok azok külföldre menekülnek vagy éppen Oroszországba mennek át, és a Kijev iskola az kiürül, akkor még ez egy remek iskola volt. Olyan lehetőségekkel, hogy mint egy második, harmadik évfolyamban felültettek bennünket vonatra, és a legnevesebb, nekróshusztorsz, turáig, a legnevesebb orosz-szovjet e, e, szovjet birodalmon belül élő e, nemzetiségi rendezőknél ott ülhettünk és tanulhattunk, de Anatol Ivaszílemnél, Moszkvában. De így láttam tagankát Moszkvában, és, és nézhettem előadásokat. Világnagyságok égettek? Hát abszolút, hát abszolút. Akkor is, mint ahogy most is, az az egyik legerősebb színház, egyik legizgalmasabb színház, talán akkor még inkább egy uralkodó volt, és, és megadatott ezt látni, és mesterekkel találkozni, nagyon-nagyon izgalmas időszak volt.